Mint arról bizonyára mindenki hallott, az elmúlt időszakban szinte teljes titokban zártak be 100 kispostát, vidéki kispostákról van szó, és évek óta tart már ez a bezárási hullám. Itt vagyunk most Máriahalmon, ez Komárom-Esztergom vármegye gyakorlatilag szélén fekszik, Pest vármegye határában. Itt ez a posta egyelőre még nyitva van, de a nyitvatartását már szűkítették az elmúlt időszakban, és úgy hírlik, hogy ezt is be fogják zárni. Látható tehát, hogy egy teljes, totális leépítés van folyamatban, amely ellentmond annak, amit a kormány hirdet. A kormány gyakran hirdeti magát vidékbarát kormánynak, de ezzel gyakorlatilag a vidéket folytja meg. Teljesen nyilvánvaló, hogy azzal, hogy sorra zárnak be a kisposták vidéken, egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a vidéki magyar emberek. Számos problémát lehetne felsorolni, elég ha csak arra gondolunk, hogy nagyon sok nyugdíjas van, aki készpénzben kapja meg a nyugdíját, hogyha nem lesz posta a helyben, akkor ugye ez is veszélybe kerülhet, de hosszasan lehetne még ezeket sorolni, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom a leghatározottabban tiltakozik a posta bezárások ellen, és világos, nyílt válaszokat követelünk mind a kormánytól, mind a posta vezetésétől, hogy mi áll a háttérben. Arra is kíváncsiak vagyunk, hogy hány postásnak kerül veszélybe ezáltal a munkája, vagy hány postást rúgtak ki, és lett gyakorlatilag munkanélküli. Ez nem jó irány. A vidéket erősíteni kell, ehhez hozzátartozik az is, hogy nem szabad bezárni, főleg nem ilyen átgondolatlanul és titokban, sunnyogva a vidéki kispostákat. Ha pedig arra kíváncsiak, hogy honnan lehetne forrásokat felszabadítani, mert nyilván ugye a Magyar Posta vezetése, hogyha harapófogóval kihúzza, mégis válaszolnak arra, hogy mi áll az egész mögött, akkor költségracionalizálásra mutatnak rá, hogy ez az oka. A Mi Hazánk mozgalom úgy racionalizálná a költségeket, hogy megnéznénk például, hogy a Dunavirág utcában, a posta vezérigazgatóságában azok a sok milliárdos prémiumok jó helyre mennek-e, amelyet a vezetőség osztogat egymás között. Biztos, hogy olyan jól működik a posta, hogy ezek a vezetők, olyan vezetők, akiknek sok esetben, sőt a legtöbb esetben még logisztikai végzettségük sincs, ezek megérdemlik ezeket a súlyos milliárdokat éves szinten? Szerintünk nem. Ezt a sok pénzt, amit az államtól is kap a Magyar Posta a vidéki kisposták fenntartására, és ami talán még fontosabb, a magyar postások bérének emelésére kell fordítani, mert ez nem lehet egy vidékbarát politika, és ez ellen a Mi Hazánk mozgalom leghatározottabban tiltakozik.